A Dorotipa Kft. Egy 25 éves tapasztalattal rendelkező gépgyártó cég. Azért kerestünk meg, mert az Abasz vállalatirányítási rendszer és a szolid és tervező szoftver között nem volt közvetlen kapcsolat. Ilyen és hasonló problémákra fejlesztettük az Abasz Solid Edge és SolidWorks beépülő modulunkat. Ez az egyedi gép több mint 100 alkatrészből áll. Hogy ezt a 100 alkatrészt ne kelljen manuális módon begépelni, ezért ezzel a bővítménnyel egy gomb megnyomásában az adatok áttöltésre kerülnek a vállalatirányítás rendszerbe. A Dorotipa Kft. Egy 25 éves tapasztalattal rendelkező gépgyártó cég. Nagy teljesítményű csomagológépek tervezésére és gyártására specializálódtunk, jellemzően az élelmiszeripar számára. Csomagológépeink az önálló gépektől a komplett csomagoló vonalokig terjednek, amely olyan technológiákat tartalmaz, mint a szeletelés, töltés, automata termékberakás, címkézés vagy másodlagos csomagolás. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Magyarországon egyedüli gyártóként vagyunk jelen a mélyhúzó csomagológépek piacán. Előnyünk megőrzése érdekében mérnöki és gyártási tevékenységeinket folyamatosan fejlesztjük. Növekedésünk miatt korábbi vállalatirányítási rendszerünket kinőttük, és egy teljesen integrált ERP rendszerre cseréltük. A jobb adatpontosság és a hibamentesség érdekében kulcsfontosságú volt az ERP CAD integráció, melyben régi partnerünk az Xperi-ket segített. Azért kerestünk meg, mert az Abasz vállalatirányítási rendszer és a szolid és tervező szoftver között nem volt közvetlen kapcsolat. Egyedi gépgyártóként nagyszámú alkatrészt kell terveznünk és legyártanunk. Az ehhez szükséges műszaki adatok gyártásba juttatása manuálisan sok időt vett igénybe. Ilyen és hasonló problémákra fejlesztettük az Abasz Solid Edge és SolidWorks beépülő modulunkat. Ennek két feladata van, az alkatrész gyártási adatainak automatikus meghatározása, valamint a komplett megtervezett termék darabjegyzékének átjuttatása a vállalatirányítási rendszerben egyetlen gombnyomással. Elkészült egy egyedi gépalkatrészünk, amit itt látunk a monitoron. Két feladatunk van, hogy előgyártmányt generáljunk, illetve egy cikkszámot is generáljunk ennek a terméknek. Előgyártmány cikkszámot az alábbi módon tudjuk megtenni. Legördülő ennek segítségével kiválasztom azt a témakört, ahol ezek az előgyártmányok vannak. Itt a táblázatban, hogyha van ilyen méret, akkor egyszerűen kiválasztom. Ha nincs, akkor a generálás gomb megnyomásával a termékre egy előgyártmány cikkszám generálódott. Második lépésként cikkszámot kell, hogy generáljunk ennek az egyedi gépalkatrésznek, szintén hasonló módon legördülő menük segítségével nagyon gyorsan ki tudom választani a főcsoportokat, illetve azt a helyet, ahova terméket leszeretném cikkszámozni. Rajzszám gomb megnyomásával a termék cikkszámot kapott. Átlépünk a vállalatirányítási rendszerbe, beírtam a cikkszámot, látszik, hogy áthozta a cikkszámot, a terméknek a megnevezését, illetve a termékre vonatkozó műszaki adatokat, hosszúság, szélesség, magasság, szállítási súly, felszín, illetve az anyagjellemzőt is. A monitoron látható egy egyedi gép. Ez az egyedi gép több mint 100 alkatrészből áll. Hogy ezt a 100 alkatrészt ne kelljen manuális módon begépelni, ezért ezzel a bővítménnyel egy gomb megnyomásával az adatok áttöltésre kerülnek a vállalatirányítás rendszerbe, amit most meg is mutatok. Ez a termék ezen a cikkszámon szerepel. A vállalatirányítási rendszerbe való átküldéshez ezt a darabjegyzék gombot kell, hogy megnyomjam. Egy felugró ablak jelenik meg a képernyőn, ahol most elindul az alkatrészek betöltése. Ez néhány másodpercet vagy akár egy percet is igénybe vehet. Most látjuk, hogy töltődnek be az alkatrészek egyesével. Akkor látjuk, hogy betöltődött az összes alkatrész, amikor ebbe az alsó ablakban ez a szöveg olvasható. Átlépek a vállalatirányítási rendszerbe, és ezt az 51.01.0006-os terméket behivatkozom. Ez maga az a berendezés, az a célgép, amit ott a monitoron láttunk, és a gyártási lista fül alatt láthatók azok az alkatrészek, amelyek betöltésre kerültek. Ez a termék darabjegyzéke.